Sziasztok! Remélem túléltétek a húsvéti sonka és bárány támadását, és most újult terővel koncentrálhatunk a hétköznapokra. De nagyon érdekesen alakul a téridő, hiszen ezt én 11-én, tehát húsvét utáni kedden hajnalban veszem fel, még remélhetőleg kirakom ezt a videót a mai nap folyamán, hiszen amiről szó lesz, az tulajdonképpen ma... Éjszaka pontosodik be, egészen pontosan hajnali jó hó, tehát 12-én hajnali 0 óra 7 perckor, és megint csak egy tanító jellegű videó lesz, főleg a tanítványaimnak, hogy kicsit megtanuljanak gondolkodni, de persze nagyon örülök annak, hogyha mások is megnézik, és tanultok belőle, majd folytatom a töprengések sorozatot is hamarosan. A, az apropója ennek a videónak pedig egy nap-Jupiter konjunkció, ami minden évben egyszer történik meg, és mivel a Jupiter évente jegyet vált, ez rendszerint egy újabb jegyben, egy következő jegyben történik meg. Tehát tavaly például a Halakban történt ez, most pedig a Korsban, méghozzá elég gyakos vége felé, ugye most a jövőnk kifelé ez az időjárás, ez nagyon izgalmasan alakult, tehát mintha tényleg felcserélődött volna a két ünnep, és karácsonykor volt 13 fok húsvét uh, vasárnap, vagy húsvét nagy szombaton, meg így is mond, kettő és fél fok, remek, mit mondjak. Persze uh, én ha hallgassak, mert nálam nem esett a hó, csak mondjuk a uh, szeresznye a nagy része elfagyott. Na mindegy, ez mindig így van. Valami mindig elfagy. Na, uh, mutatom nektek, hogy uh, miért érdekes ez a mostani téridő. Először is ugye beszéljünk egy picit arról, hogy mi van Nap-Jupiter konjunkciónál. Jupiter a, a a legnagyobb bolygója. Önmagában is egy hatalmas tömörülés, hiszen egy, először is az óriás gázbolygó önmagában nem is tudom hányszoros a, a, a Földnek. Ráadásul van körülötte most már éppen, ha jól emlékszem, hogy a 73-nál tartanak, de ez a szám nem emelkedik. Hát jelenleg ismert, hogy a 73, vagy lehet, hogy már 75, nem tudom, mindegy. Amikor én elkezdtem, azt fogják tanulni, hogy 12 darab volt, és ugye a galileo Galilei által felfedezett négy nagy mellett, hogy ez a négy fő hold, amellett egészen kicsik is vannak, ezek ilyen befogott aszteroidák nagy valószínűséggel. Mindegy is, a lényeg az, hogy, hogy a, az asztrógiában, a Jupiter az utolsó ö, előtti látható bolygó, éppen ezért az egyik sorsbolygó. Expanzió, optimizmus, ö, bőség, gyarapodás kapcsolódik hozzá, és amikor nap Jupiter konjunkciót látunk egy születési képletben, arra az emberre mondjuk azt, hogy szerencsés. Ez az egyik úgynevezett sikerfényszög, ha ez érdekel téged, akkor menj rá a siker sorozatomra, a siker összetevője, azt hiszem ez volt a címe, és ott van egy kimondottan technikai rész, ahol a siker tanítom meg, hogy mik azok a siker De nagyon érdekes, hogy pont a Nap Jupiter konjunkciónál van, akinek ez, ez benne van a születési képletében, és mégsem érzi magát sikeresnek, vagy szerencsésnek. És ez amiatt van, hogy, hogy a Jupiter mindent felfúj, és megerősít, amit megérint, nem most, hogyha ez a nap, akkor a te saját egódat erősíti meg. Itt most söktön visszautalék arra, amit már nagyon sokszor elmondtam nektek, hogy az egóról nem szabad lemondani. Tehát amikor bár, bárki megvádol azzal, hogy túl egós vagy, meg mitől, tehát az ego egy citokszó lett, pedig a harmadik dimenzióban az egó teszi lehetővé azt, hogy döntésekre jussunk, döntéseket hozzunk meg, és ami még lényegesebb, hogy ezekért a döntéseket felelősséget vállaljunk. Nekem a különböző családi ünnepek mindig nagyon nehéz időszakokat jelentenek, biztos halljátok a hangomat, hogy még mindig nem jöttem ki ebből a náthából, ugye a nátha az a bánat energiáknak a felszabadulása, illetve a hagyjatok békén maradjatok tőlem távol álca, hogy ha ugye vagyok, akkor nem vagyok, nem, nem szeretek emberek közé menni, nem akarom, hogy közelem jöjjenek. És a hang az nagyon érdekes, mert amikor ö, van, vagy torogyulladásod, amikor éppen nem tudsz beszélni, az pedig általában azt jelzi, hogy hogy kimondatlan szavak maradnak benned, hogy vagy olyan nagyon nehéz bánatod van, amit nem tudsz kikommunikálni, vagy pedig belét folytják a szót, lehetne így is mondani. Ez nem a napjúpiternek a, 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 hogy mondjam, a hatása, tehát tőling, ez csak az én nyavajgásom, úgyhogy ezt most így abba hagyom, és akkor nézzük meg, Kedves tanítványaim, nagyon sokszor beszéltem nektek arról, hogy ugye zónaidő van, nem helyi idő, tehát az egész Európai Unióban kivételt képez, ugye, a, hogy mondják, a Buda, vagy a Magyarországon túli térség, Románia, meg ezek, mert ott egy, egy órával korábban van, de mondjuk Magyarország és Portugália közötti térségben mindenütt zónaidő van. Ez azt jelenti, nézzétek meg, hogy hiába írunk már április 12-ét óra hét percet, ekkor pontosan éppen ugyanis ez a, ez a bizonyos tűpontos nap Jupiter konjunkció, hanem nézzétek meg, hogy hol van még a nap, még a négyes házban. Mit is jelent ez, hogy tovább fog ereszkedni, még jó egy órát. Hát ha nem is egy órát, de, más, de, de feled biztos. Tovább fog ereszkedni, és majd valamikor csak olyan 0 óra 30 perc, 35 perc körül fog átkerülni nap az IC-n a hármas házba, ahonnan emelkedik, onnan kezdődik a valódi dátum. Tehát az a dátumváltás és itt tulajdonképpen ez még egy 11 állás. Csak ugye 12-re anyakönyvezzük bárkit, aki ekkor születik. Hát ez, ez az egyik, amit meg akartam mutatni. Mik ennek a képletnek a útpontjai. Először is majd a nyilas 14.-15. fokkal emelkedik erre majd külön kitérek, de ha megnézitek, ugye a korsban megint csak ott van ez a hatalmas bolygócsoportosulás, egyrészt ott van a Napjupiter konjunkció, aztán ott van a még mindig nagyon pontos Eris-Astrea konjunkció, és így keretezi őket a Vesta és a Kairon, mintha azt mondaná, tulajdonképpen maga a Napjupiter a konjunkció a Vesta-Kairon felezőponton van, koncentrál rá ezt a, a úgy a karmikus sebeire, amik tűzzel, vérrel, háborúval, agresszióval kapcsolatosak, támadásokkal, verbális és, főleg egyéb támadásokkal, és akkor próbálj belőle karmát törni, vagy megváltoztatni a dolgokat. A Vénusz átkerült az ikregbe, és ő együtt áll a plejádokkal, tehát az Istenő lakhelyével. A szedna pedig ugye a másik oldalon van, tehát ez egy szedna vénusz konjunkció, ami más jegyekben van. A Vesta, vagy a Vénusz ugye a harmónia, szépség, erotika, nőjesség, pénz. A szedna pedig a szétdarabódás általi teremtés kentaúrja. És még mindig ott van egy Juno uránusz konjunkció, ugye ezek azért csak lassan, de távolodni fognak egymástól, de még legalább egy hétig viszonylag szorosak maradnak, és a Juno ugye a szövetségkötés, a házasságkötés, a partneri viszonyok legalizálása, fogalmazunk így, az uránusz meg ezt szépen felrobbantja, és vagy megújítja. Tehát mind a kettőt lehet használni. Na nézzük, kimondottan ezt a stelliumot itt a koszban, ami igazából nem stellium, mert... Ha a normál, a hagyományos asztrógiának a, az eszközeivel ö, tekintünk erre a, a kosban lévő bolygócs vagy égített akkor azt kell mondanunk, hogy stelliumnak nevezzük a három vagy több bolygót egy jegyben. Na most itt bolygó, összesen kettő van, a nap és a Jupiter, az összes többi az vagy aszteroida, vagy kentaur. Tehát igazából ez nem egy valódi stellium, de karmasztrógiai szempontból, mivel a Keiron uralmi helyzetben van, hiszen a szüzet uralja a karmasztrógiában, ez végül is mégiscsak egy stellium. És akkor nézzük meg, hogy mi itt található itt, mert aztán, amit tovább fogunk figyelni, azokban ez a nap Jupiter már nem lesz ott, Egyébként ezt nevezzük haziminak, tehát amikor a nap és a Jupiter annyira, vagy bármilyen égítest a nap szívében van, 17 év percnyire, tehát ez negyed fok, ugye, ez meg itt teljesen, teljesen pontos, egyébként nagyjából a 22 fok 15-ön van, tehát hogyha valaki meg akarja ezt nézni a saját születési képletében, akkor bármilyen tűz vagy levegő jegyed, 21-22-23 fokon áll, bármilyen égítes, akkor ez a nap Jupiter fog ráhatni, tehát be tud indítani dolgokat, el tudnak hárulni az akadályok, önbizalmad lehet, és egy picit fel is tudsz fuvalkodni, tehát még egyszer azoknak, akiknek vannak Jupiter, akár együttások, akár trigonyok, vagy bármilyen úgynevezett jótékony fényszögű, azoknak valóban nagyobb az egója az átlag, de ettől szerencsések, mert ettől mernek dolgokat képviselni, elindítani, mozgásba hozni, tehát így néz ki, pláne a kosban, ugye? Na most a nap Jupiter ott van Kufu, ugye egy fáraó, aki, ö, aki építő fáraó volt, tehát ugye a pirami, az egyik piramis építő fáraóról van szó. Témész, ugye a húráknak az anyja, a, 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 egy bölcsesség arhetípus, aki ö, hát titán vagy titánnő, ezt sokszor elmondom, hogy ha ezt olvasod egy mitoszban, hogy titán vagy titánnő, az az előző korszaknak az istenei, tehát egy lefokozott bölcsesség istennőről van szó, a, a, a jog, jog képviseletéről egyébként. Az arakné pedig ennek a pont a felrúgása, hiszen az egyik hubris aszteroida, amely ugye az a halandó lányról szól a történet, aki, aki nem hajlandó palaszatinénak megköszönni a szövési képességeit, mert azt mondja, hogy azt ő saját magának köszönheti, és saját magának hozta létre a gyakorlásával, meg a leleményével, meg a kézügyességével, és ezt palaszatiné úgy bünteti meg, ugyanis nem tudja legyőzni, tehát valóban, valóban arakni gyönyörűen sző, és ugye a, az istereknek a különböző csintevéseit és különböző erkösen viselkedéseit testesíti meg a, a, verseny során, amikor egy szőtest kell elkészítenie, és ezen aztán a palaszatén még inkább felháborodik és pókká változtatja, ugye ebből a névből van az arachnofóbia, tehát nagyon sokszor a, a felfuhalkodott túlzásaink, a, a, a saját magunkba vetett hitnek az eltúlzott minősége az, ami a, a vesztünket okozhatja, és érdekes, hogy pont a napjupiterem van ez, ami eleve is ugyanezt a, ezt, ezt a koncepciót képviseli. És akkor ott van a Balten kaitos, ami a szettnek az ét, a Zeta csillaga, az egész szert csillagkép egy úgynevezett liminális teret foglal el, itt van a kors, itt van a bika, a kettő között között van talán olyan 11-2 fok, lehet, hogy csak 10, lehet, hogy csak még kevesebb, mindegy, egy pár fok különbség, és ott ugye az első és az utolsó csillag között van ez a hiátus. Ilyenkor a, a azt mondjuk, egyébként valószínűleg az asztrozófiában is, hogy ilyenkor ezeken a, ezek felett a fokok feje, felett, ahol nincs állatövi csillagképi csillag, az alatta vagy a felette lévő csillagkép veszi át a a, az uralmat, és ez pont a CET csillagkép egyébként ebben a hiátusban, tehát az egész CET csillagkép a, a, a tudatalatiból felbukkanó, rejtett gondolatok, a rejtett szörnyetek, ugye a víz alatti rejtett szörnyetek, aki mindenféle dolgot tud okozni, kalibá, galibát tud okozni. Az Eris itt láthatjátok, ugye itt az Eris Astrea konjunkció, ez, ez, a rész, ugye, ott pedig a filozófiában, hát jó lenne egy kis filozófikus gondolkodásmód mindenkinek, ahelyett, hogy öljük itt egymást, a Keironon pedig ott van Túva. Ez egy nagyon érdekes köztársaság, ugye Oroszországban. Tulajdonképpen Ázsia mértani közepén helyezkedik el, tehát itt a világ közepe. <gül> és <gül> nagyon érdekes, tehát tényleg érdekes egyiket. Szibériának a déli részén található ez a, ez a köztársaság. Googlizátok meg, és sok mindent meg lehet róla tudni. Nem szoktam egyébként fizikai területeket bemutatni, de a túlva azért érdekes, tehát az tényleg egy izgalmas dolog. a Ázsia közepe, a világ közepe, ugye mégiscsak Ázsia egy hatalmas földrész, jóval nagyobb egyébként, mint, mint Európa de hát mi, mi gondoljuk magunkról, hogy mi vagyunk a világ közepe. És a Vesztán ott van az Andromeda galaxis, ami pedig egy, egy csillagkapu, egy dimenzió kapu, tehát le, rá lehet erre is fókuszálni most. Amit pedig meg akartam mutatni, igen, hogy a budapesti asszendes, tehát ez a nyilas 14 fok valamennyi, azt nem 14 fok 55, rögtön megnézzük, 58, az pedig a nagy attraktoron van, a nagy attraktor pedig ö, ugye a az egyik égi kulcsterület, erről is van film, tehát megnézhetitek, és a minden, mindegyik égi kulcsterület ilyen hatalmas nagy karmikus dilemmákat hordoz. A nagy attraktornak a lényege az, hogy van-e szabad akarat, és ha igen, mennyi, és hol végződik a szabad akarat, és hol kezdődik az elem elrendeltetés. Tehát ezek a dilemmák jelennek meg most ebben a téridőben. Na, és akkor itt megint van egy koronánk. Nagyon érdekes, hogyha elmúgy, az elmúlt hetekben figyeltétek ezeket a videókat, sokszor volt, sokszor találtunk koronát, hogy úgy mondjam, ugyanis a holcsomópontok és a, a, a transplutó szaturnusz opozíció, ez mindegyik nagyon-nagyon lassan megy, vagy mozdul el. Ugye gyakorlatilag az, az, az egyetlen itt, ami, ami ki fog menni hamarosan az egészből, az tulajdonképpen a Szaturnusz, Ö, ugyanis a szaturnusz egyelőre erőre megy, a holcsomók meg szépen csúsznak hátrafelé, de ez olyan minimális haladás, hogy ez még, még mindig ható távolságon belül lesz, lehet, hogy a következő videókban is. Ami érdekessé teszi most ezt a koronánkat, az pedig a hold. De azért elmondom nektek itt is, mert a holcsomópontoknak az opozíció, ez egy természetes, az egyik természetes opozíció, ami mindenkinek benne van a képletében. A leszálló holcsomó ugye a hozott karmikus viselkedési mint a karmikus tapasztalatoknak az összessége, a túlélő készletünk, amit előveszünk, hogyha sarokba vagyunk szorítva. Ez a jelenlegi télidő pillanatban a skorpió, ami az érzelmi memóriafogasokra ragasztja rá a dolgokat, tehát nagyon fájdalmas emlékek is elő tudnak bukkanni. A felszálló pedig a választott sorsfeladatunk, tehát az a sorsfeladat, amit amit be kell teljesítenünk, azért jövünk, hogy sorsként megcsináljuk. A probléma csak az, hogy ez rendszerint az élet utolsó harmadában, utolsó pár évében vesszük észre, hogy ezt lett volna a sorsunk, mert még ha tudjuk, akkor is marha nehéz, hiszen ösztön szinten a leszállót működtetjük, amikor sarokban vagyunk szorítva, akkor bizony azt vesszük elő. És itt a másik oppozíciónk, ami ugye ezt a misztikus négyszöget rajzolja ki, aminek a belseje ugye két oppozíció, tehát egy irgalmatlan nagy feszültség, egy belső feszültség, a kereteződik két szextillel és két trigonnal, tehát lehetőségekkel és áldással, ez a misztikus négyszögnek a klasszisa. De itt, a, erről már beszéltem, ez a Saturnus Transplutó pozíció azért izgalmas, mert a Transplutó a dimenziógrás és a csatornázásnak az égiteste jelenleg és még jó sokáig a szűzben jár, tehát ez a hozd le fedről, amit gondolsz. A Szaturnusz a halakban pedig telítődik egyfajta tisztánlátással, de egyfajta káosszal, egyfajta zűrzavarral, ködösséggel. Ö, ö, nem, a Szaturnusz nem szereti a vizes jegyeket, mert nem tud bennük igazából formát teremteni, hiszen a víz az mindent felold, hiszen a víz veszi fel annak az a dolognak az alakját, amiben belefolyik. Na most itt a Saturnusnak kéne egy alaktalan, ö, 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 hogy mondjam, egy, egy ilyen megnyilvánulatlan csúszómászó, működő, nem, nem nem jól működő, nem. nem, nem nem formát öltő dolognak formát adni, hát sok sikert hozzá. De ráadásul ugye a Szaturnusz, amely az égi tanítómester érzelemmel terítődik, ráadásul kaotikus érzelmekkel, megfoghatatlan érzelmekkel, transzendenciával terítődik, de ezt utálja a legjobban. És most ráadásul szembe kerül a csatornázással, ami lehozza földi sikra mindazt, amit megérzünk, nagyon izgalmas az egész ö, ilyen szempontból, és sorszerű lenne a számunkra, mert hiszen a karmatengely, sorstengely is ö, jel kapcsolódnak össze, hogy, hogy ezeket az üzeneteket megértsük, és lehozzuk földi sikra, és valahogy feloldjuk azokat, azt az érzelmi káoszt, ami körülvesz bennünket. Ráadásul ugye, ennek a koronának a csúcs része, tulajdonképpen az apexe, ahova áramlik a legtöbb energia, az pedig a hold. És ez a hold a bakban, Rangvesztett helyzetben van. Nagyon fura hol, ez majd rögtön megmutatom, hogy elképesztően délen van, ugye úgynevezett out of bounds, vagy hát extrém deklináció, de nagyon extrém deklináció, és a bakban viszont nem érzi jól magát szintén, tehát ez azért izgalmas, mert ugye egy vizes bolygó bent van a, a bakban, a Saturnus jegyében, a Saturnusnak ben van a Neptunusz jegyében, egy vizes jegyben. Nem kölcsönös recepció ez, de mégiscsak energetikailag kölcsönösen hát egymás elemében vannak, fogalmazunk így, ráadásul a Hold meg tényleg, ténylegesen is a Szaturnusznak a jegyében van, tehát tulajdonképpen a Szaturnusz uralja, amit nem szeret a Hold, tehát ezt is azért tegyük hozzá, ez a lefogyasztott érzelmek, a, a, a bánat energia, ez szabadul most föl, halljátok a hangomat, hogy tényleg ez szabadul föl, úgyhogy remek. Na, ez egyébként a Hold természetesen a leggyorsabban mozog ezek közül, tehát abban a tényleg pillanatban lesz ott a Hold, amikor a Jupiter nap konjunkció tűpontossá válik. Előtte, utána két-két órát természetesen még ható távolságon belül lesz, de nagyjából, ez most olyan 3-4 fokon van itt, a, tehát nagyjából 6-8 órával ezelőtt lépett be. Ez azt jelenti, hogy valamikor a délután 4, igen, délután 4 óra körül lépve valamikor a bakba, Tehát onnantól kezdve tulajdonképpen egyre inkább záródik ez a, ez a az alakzat. És akkor nézzünk meg, hogy még mi egészíti ki magát az alakzatot. A Holdon ott van Ambrózia, az Istenek tápláléka, és Ixion, ugye az egyik dokumentált pszichopata, sokszor elmondtam, hogy kicsoda ez az Ixion, ugye a karmasztrógia szempontjából az a lényeges, hogy, hogy felelősséget kell vállalni a tetteinkért, és agresszióval nem lehet mindent elintézni, ugyanakkor pedig a karmakerék fővállalásának, vagy a, a karmakerékre való rákötözöttségnek a szimbóluma is ott van Ixionnál. Aztán ö, a Szaturnuszon ott van Klotó, ugye az első a párkák közül, aki... aki ö, ö, megsodorja az életvonalát. Aki él a krotó az szereti saját maga intézni a dolgait, és szereti saját maga eldönteni azt a sorsot, azt, tehát a sors szövetét ő maga akarja létrehozni. Fogalmazunk így, és két gyönyörű álló csillag is van, a szadalmelek és a fómelhaut. A szadalmelek a vízentő alfája, ugye a, a király legszerencsésebbi ezt jelenti maga a szót, tehát egy szerencsecsillag, és a fómelhaut pedig az egyik úgynevezett királycsillag, perzsi egyik királycsillaga, sikert és szerencsét hoz, ha elkerüljük azt a nemeziszt, hogy álmodozunk, vagy hogy átlépünk a transzendensbe, anélkül, hogy, hogy a valósághoz hozzákötöznénk valamennyire magunkat. A volt egy nagyon érdekes csillag, ugyanis egy olyan területen van, ami viszonylag sötét. Ez ugye a, a, a déli hal, valamikor a vízöntő és a déli hal egy csillag volt, tehát úgy kell elképzelni, hogy hogy a vízöntő, hogy az alak, ahogy öntik ki az urnából a vizet, a víznek a víz sugár alján ott van egy hal, és ez, ez a hal ennek az alfája tulajdonképpen a hal. Nagyon érdekes a történetét elolvasni, mert rengeteg kavar van körülötte, a nevi, neve körül is, és a, hogy tulajdonképpen pontosan melyik csillagot mennyire azonosították, mennyire tartották fényesnek. Mivel egy viszonylag sötét térségben van, ezért sokkal fényesebbnek tűnik, mint mi, bár hát azért az 1,3 azért az, az nem semmilyen, tehát ez egy erős fényerővel rendelkező csillag. És azt szoktuk mondani, hogy ez a legmagányosabb a csillagok közül, mert valóban a környezetében gyakorlatilag nincsen fényes csillag. A felszálló pedig beérte azt a fokot, ugye ezt már a múltkor is elmondtam, ahol a polgári év kezdetekor a hold állt, és ez a, ugye a, a bikárok a harmadik, negyedik foka, ahol is két fontos csillag van, a seretán, ami a kosnak a bétája, és a mesártém, a pedig a kosnak a gamája, ezek szinte egymás mellett vannak ezek a csillagok, egyébként tényleg egy foka a kettő közötti távolság, és a mesártém pedig egy korszakváltó csillag, tehát Tényleg, higgyétek el, egy na nagyon nagy korszakváltásban van benne az emberiség. Hogy jobb lesz, vagy rosszabb, az, az azon múlik, hogy milyen tesszük, más lesz ez a lényeg, és ezen szeretném, hogyha, ha elgondolkodnátok. A leszállón pedig ott van egy filozófus, ugye Kant. Nagyon érdekes, Kantnak az a gondolata nagyon izgalmas egyébként. És ez ugye a leszállón van. Kant ugyanis azt mondta, hogy úgy lehet békét teremteni az emberiségben, úgy lehet, a, a, úgy lehet megoldani azt, hogy az emberiség boldog, békés, és gyarapodó szakaszba kerüljön, ha van valami fajta olyan despota, egy olyan uralkodó, egy olyan ö, mindent ellenőrző minőség, ami ezt felügyeli, különben mi állandóan háborúzni fogunk meg veszekedni. És tehát egy abszolút demokrácia ellenes volt, hogyha ezt így ö, mondhatnánk, vagy hát azt a fajta demokráciát ö, hirdette, hogy legyen egy vezető, erőskező valaki, aki majd felügyeli a dolgokat, és igenis ez egyfajta ilyen. Ö, hogy mondjam, egy, egy, egy despota, maradjunk ennél a szónál, hát e megy a világ gyerekek. Abszolút e felé ez a világkormányzás, ugye, ami, ami majd előjön, hogy mennyi húst tehetsz meg, a, majd behozza ezt a, ezt a, a készpénz nélküli világot. <laughs> Van egy Facebookos Izé, aki ezt, ezt, ez a kártya, nem tudom, szabad, nem tudom, micsoda, valami, nem, nem emlékszem, hogy de időnként beírok, hogy ne szórakozzatok már, hát, mert így, tehát már kezdik az agymosás, és a fiatalok már ugye Természetesen csak kártyával vásárolnak. Ez a Covid oktatott bennünket, ugye érintés nélküli, nem kell a pénzhez érni, a pénz koszos, fúj, megkapod a fertőzést, milyen jobb a kártya, a saját kártyádat csak oda érinted, vagy mit tudom én, szóval ez a kontakt lesz, ugye, na ezt akarják elérni, ez az izolációt, és ezt az abszolút ellenőrzést, és ezt például megtehetik, hogyha ha nincs pénzed. Vagy ha a bankban van a pénzed, egy plastik kártyán, ami vagy működik, vagy nem, ahányszor nekem nem működött a kártyám életemmel, azt a, azokat a pénzeket visszakap nem úgy egybe, akkor nagyon gazdag lennék, és akkor benyújtom a zsebembe, és volt készpénzem. Te mit fogsz csinálni, ha nem lesz készpénz, és majd a kártyád nem működik? Vagy a, vagy a hadóság úgy dönt, hogy most már túl sokat vásároltál ezen a héten, harmadszor már nem mehetsz be a hentes boltba, vagy nem mehetsz be a, én, a virágboltba, vagy vegyél magadnak egy szátulipánt. Csak gondolkozzatok el ezen. És a narcisszus az önszeretetnek a minősége. Ezt nem szokták szeretni, ugye most nagyon-nagyon most divatos, ez a, mindenkire ezt a narcisztikust ragasztják rá. Ez annyira érdekes, mert a pszichológiában mindig van egy múgus. Amikor én fiatal, viszonylag fiatal voltam, akkor egyrészt a skizofrénia volt az egyik ilyen, másrészt a mániás depresszió. Ma már mániás depresszió azt hiszem talán nincs, és borderline van helyette. Tehát olyan 10-15 évenként lecserélik a múgus, a pszichológusok, és állítanak helyette valami más. Kedves nem érdekel, hogy mit gondoltok, jó? Tehát ne, ne kezdjetek engem, Léci Léci, megtámadni. Én, mint jelenségről beszéltem, ne érezzétek magatokat találva. Most mindenkire úgy tűnik számomra, hogy a narcisztikus jelzőt ragasszátok rá, mindenki narcisztikus. És akkor megkérdezem szépen halkan, hogyha nem szereted saját magadat, akkor úgy a francba várod ezt el, hogy más szeressen téged. Tehát én szándékosan, pozitívan fejtem ezt a ezt a, a, az aszteroidát, és azt mondom, hogy tanulj meg magadat szeretni a karma és ez, ez ezt jelenti. És a transzpluton pedig ott van Gése, hát ki lenne Gése, ugye az ősi mesterség ö, 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 működtetője, fogalmazunk így, ami azért érdekes, mert a szexualitás az egyik transzcendens élmény, amivel mi tényleg megtapasztalhatjuk a felsőbb dimenziókat, a gésa pedig az, aki ehhez téged hozzásegít, ha elmész hozzá, ugye, a teaházba. És akkor amit még ígértem, hogy van ugye nekünk egy extrém deklinációs holdunk, tehát nézzétek meg, remélem azért látható, hogy a hold ennyire kint van, ugye itt van az ekliptikának a síkja, itt vannak ezek a kis sárga pöttyök, idáig ér el, tehát ugye az, az maximális elhajlás az 26 fok, 23 fok, 20, 20, na jó, ezt nem így jól, így kellett volna írnom, mindegy, 23 fok, 26 év perc, hátok hogy nem maradjon itt hülyeség az utókornak, javítunk egyet, legalábbis megpróbálom. Igen, tehát 23 fok, 26 évperc, tehát magyarul 23 és fél fok, tulajdonképpen mondhatjuk ezt, ez most ugye, ahol a nap a, a, téli és a nyári napfordulón áll, és ugye a hold most nagyon délre van, ezt majd megfigyelhetitek egyébként, hogy a, a nyári teli holdak azok nagyon-nagyon délen lesznek a téli terjelodat meg mindig nagyon éjszakon vannak, és most éppen egy olyan periódusát jegyük a hold-föld ellipszisnek, amikor is a hold ö, abszolút ki tud menni a, a normál elhajlásból, és nézzétek meg, gyakorlatilag és fél foknyira van a, normál, a, a, a az általánosan elfogadott normál pozíciótól. Mit is jelent ez? Az, hogy abszolút el van távolodva tőlünk a lelkünk, Akit érdekel az extrém deklinációnak az értelmezése, jöjjön el, tanulja meg. Ez itt a reklám helye. Háromféle képzést is adunk a Tiszta Forrás Intézetben. Menjetek rá a honlapra, lassan ott lesznek az új képzések. És igen, nagyon sokan kérdeztétek a workshopokat is. Most már hamarosan, már nagyjából megszültem, még a dátumokon egy kicsit finomítani kell, mert utolsó pillanatban is érkeztek kérések, javaslatok, amiket mind megpróbálok berafni, aztán majd meglátjuk, hogy, hogy fog működni a dolog. Hát itt van a Merkaba. És ö, ugye azért érdekes ez a Merkaba, mert láttátok, hogy az egész egy koronát alkotott, ö, az, az, ismert égitestekkel, hát mondjuk a transzputó annyira nem ismert, de a, a karmaszolgában igen, tehát a holcsomókkal mégiscsak létrehozott egy alakzatot, ugye a hold volt a csúcson. És amikor ö, ilyen van, akkor én mindig megszoktam azt nézni, hogy áll-e valami szorosan a hiányzó, ugye a harmadik-negyedik fokon, ez a, ez a rák harmadik-negyedik foka, és tényleg találtam ott két az egyik trisztán, a hős, ugye a lovag, és a másik hekaté a sötét hold istennő, ami kiegészíti ezáltal ezt a melkabát, és a, be, bocsánat, a koronát kiegészíti Melkabára, és azáltal, hogy létrejön itt két tulajdonképpen három háromszög, Azáltal az energia sokkal, hogy mondjam, harmonikusabban oszlik el, egy melkabának nincsen csúcsszöge, ugye a hat pont az teljesen azonos energetikailag, persze lehet súlyozni ilyenkor is, hogy nyilván a hold a leggyorsabb égitestet, és ráadásul ugye a lélek szimbóluma az lesz a legerőteljesebb. Még egy kérésem van így a vége felé. Nagyon sokszor bombáztok egyéni állásokat. Ezek a videók nem arra valók. Gyere el és tanuld meg, és akkor fogod értelmezni tudni a saját állásaidat. Nem nagyon szoktam erre válaszolni. Ha nagyon-nagyon szépen teszed föl a kérdést, és általánosságban, akkor nem ö, vágom el a tolkod és nem öllek meg. Amúgy se szoktam egyébként. De tényleg mindig azzal kezdem mindenfajta ilyen egyéni kérdezést, hogy ö, hogy ez a fórum erre alkalmatlan. És tényleg az, tehát egy egyéni állásnál nagyon-nagyon sok múlik. Én téridőt elemzek azért, hogy téged segítselek megélni a téridőt jól, egyrészt, másrészt pedig megtanulni dolgokat. De egy születési képlet egy lélekkel rendelkező entitás esetén sokkal bonyolultabb ennél, mint hogy egy-egy állást kiemeljünk. És ö, igyekszem ö, ezeket tényleg azért elkerülni, nem, nem lustaságból, egyébként meg ö, csak hogy érzékeltessem ennek a mai videónak az összerakása négy és fél óránba telt, mert annyi ideig tartott, amíg megnéztem minden állást, megrajzoltam a dolgokat, összehoztam, kikerestem és felvettem. Tehát tiszteljétek bennem azt a munkát, amit beleadok, és nagyon szépen megkerek benneteket, hogy lehetőség szerint ne bombázatok egyéni állásokkal, jóval bonyolultabb az asztrológia ennél, amikor személyes képetelemzést végzünk, az sokkal-sokkal bonyolultabb annál, mint hogy egy ilyen egymondatos választal kiszúrjam a szemed. Hidd el, hogy a, a, az asztrologia iránti és az ember iránti tiszteletből nem válaszolok többek között. Na és akkor köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és akkor újult elővel ezzel a Jupiter nap konjunkcióval próbáljunk meg szerencsét teremteni magunknak. Ezt kívánom nektek is. Sziasztok, köszönöm, hogy meghallgattatok.